részről azt tartják, ez a világ legnehezebb terepfutó versenye. Én azt gondolom, hogy rá is szolgáltam évre. Nagyon sok versenyen indultam, egyik a leghosszabbaknak. A verseny helyszíne Indiában járunk, a Himalájában. A vonalvezetése, a magassága, a szint különbsége, a távolsága miatt mindenképpen unikális a mai futópiacon. Ember próbáló, már a gondolat maga is, hogy megtenni egy 480 km-es versenyt, 4000 méter fölötti az átlagmagasság, egészen elképesztő. Azt mondja, van közel 10000 méter pozitív szintemelkedés, ami az ultratávokban, a terepfutó versenyeken is nagyon tiszteletre méltó. És ehhez jön az oxigénhiányos környezet, ami ugye a tengerszintfeletti magasságból adódik, egészen elképesztő. Összességében nézve szinte teljesíthetetlen. Ugye nekünk nem opció a feladás. Azért mondom a nekünket, mert a hosszú távú teljesítői, az ultrafutók pont arról híresek, hogy teljesítenek. Nagyon összetett ez a verseny, és a napok egymásra a csúszása összezavar az emberbe sok mindent. Összezavarja a távokat, az órákat, a helyszíneket, hogy vajon most hol és miképpen. A fáradtság az egy nem jó segítség ebben. Pont az utolsó Tanganga hegynek a szerpentinjein érkezett meg a gondolat bennem egyszer, hogy mi van, ha nem jutok fel. Ugye ott már túl voltunk három napon, túl voltunk három nehéz éjszakán, közel 400 kilométerrel a lábban érkezett meg ez az extrém magasság, és gyakorlatilag elalszunk menet közben. Lelassul a mozgásunk, és valahol máshol leledzik az elménk, nem pedig a verseny helyszínén. Csak úgy érzésértékűen úgy megkoppintott a valóság, hogy hú, hát azért ez több bajonál. Felmerül a kérdés, hogy miért. 54 évesen ez nagyon nehéz kérdés már a versenyen való indulás eldöntése is, hogy elmerjük-e dönteni, felmerjük-e vállalni, hogy nem vagyunk már fiatalok. De ugyanakkor ugye van a versenyző, akiben az erő mindig erősen jelen van, és én ilyen embernek tartom magam. Mindig azt szoktam mondani, hogy a versenyen oroszlánnál kell várni, meg kell egy kicsit harapni ezt a dolgot. De a legnagyobb tréning talán a saját életútunk, hogy honnan indultunk, hova érkeztünk, hol vagyunk most, miért vagyunk ott, ezek segítenek. Nyilván, hogy a versenytársak, mint motivációerő, ez folyamatosan jelen van. Utolsó óráig, percig eldöntetlen volt, hogy a francia versenyző vajon sikerül-e teljesíteni, be tud-e futni. 2-3 napig együtt haladtunk, és hát tulajdonképpen az utolsó napra dőlt el az, hogy hát bizony van, ahol tétre, hogy az ember és erő, fiatalság, dinamika ide vagy oda, a tapasztalat és az évek munkája győzedelmeskedik. Ugye itt nem lehet azt mondani, hogy legyőztünk valakit, amit legyőztünk, az a távolság. Minden versenyemen extra módon ügyelek arra, hogy minden lehető legoptimálisabb legyen. Ugye Indiában járunk, itt nem egyszerű dolog a folyamatos táplálék megfelelő minősége és mennyiségét beszerezni. Nagyon nagy segítségemre volt a Biotech táplálékkiegészítők. Legfőképpen szénhidrát töltés van. A pihenő időszakban pedig a fehérje, hogy nagyon fogyasztjuk a testünket, tehát izomtömeget is veszítünk, a szervezetünk megpróbál energiához jutni bármi áron. India ez nagyon kitett ebből a szempontból, ugye a húsfogyasztás gyakorlatilag zéro, nagyon sokat számít az extra bevitel, aminosavak, magnézium, bizonyos versenyszakaszokban nagyon-nagyon fontos kiegészítői voltak az én haladásomnak, energetikai bázisomnak, és hát ennek köszönhető tulajdonképpen, hogy nem pusztultam le. Itt most nagyon jó egyensúlyi állapot alakult ki. Kialakítottunk egy folyamatos étrendet, amikor sékeltünk, ittunk, nyomtuk a fehérjét, nyomtuk a szénhidrátot, pláne ugye 5000 méter magasságokban is gyakorlatilag emésztés nincs, annyira kitett, kiszolgáltatott állapotban van az emberi test, és még ennek ellenére is vannak olyan hibák, mint például az indiai versenyzőnél, aki egy rosszul időzített pihenési időszakából gyakorlatilag a kórházba kötött ki, mert olyan súlyos ödémát okozott neki ez a magas hegyi környezet, hogy hát bizony a halál közeli állapot is befigyel. Tizenkilencre lapot húz az ember, és az egyszer teljesített 480-at még egyszer. Igenis, kérem szépen, 54 évesen én nagyon büszke és biztos vagyok abban, amit teszek és ahogy teszem. Tudom, mit teszek, hogyan, miképpen, tudom az utat, tudom, hogy mikor, mire van szükség, tudom, hogy kikre van szükség, milyen csapatra van szükség. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a világ legjobbja tudok lenni.